Karitatív karácsonyi kiállítást szervezett a Keszi Árt Egyesület a Kávin teremben. A segíteni vágyó művészek alkotásaik felajánlásával támogatják a rászoruló embereket. Gyermekkorom óta foglalkozom grafikákkal, és ugye gyakorlatilag a Keszi Art Egyesület alakulása óta fokozott aktivitással csinálok képeket. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyszerű, hogy Budakeszin ez az egyesület működik, és egy olyan szervezett kereteket kapunk ezáltal alkotók a kiállításhoz, ami azért mindenkinek egy olyan pluszt ad, ami korábban nem volt meg a városban. Ezek régebbi korszakomat tükrözik, mindig van valami, mindig változik, most inkább dinamikusabb, íveltebb formákat ábrázolok, ez a kettő, ez régebbi alkotás, de ugyanúgy tusztechnikával készítem a képeket. Én úgy gondolom, hogy örömmel tölt el minden művészt, hogy ilyen jótékonysági rendezvényen részt vehetünk, és hogy ezzel is segítjük a rászorulókat. Természetesen az, hogy most egy képtől mennyire válik meg az ember, az ettől független szubjektív érzés. Vannak képeim, amiket jobban szeretek, vannak képeim, amiket kevésbé. Mit ábrázol? Azt az állapotot, amikor az ember önmagában a zéró pontban van. Ezt hadd ne bonyolítsam tovább. Aki eljutott már oda, vagy néha átélte, az nagyjából sejti, hogy mi az. Szerintem mindannyian. Igazából azért hoztam el ezt a képet ide, mert ez úgymond a mostanában az egyik legharmonikusabb képem, és nem akartam a nehezebbekkel provokálni. Hát először is volt egy olyan hetem, amikor tényleg ilyen nyugodt voltam. Tényleg ebben a bizonyos zérópontban időztem. Olvastam erről egy mondatot, ebbe belemerültem, és lefestettem. Hogy ez mennyi ideig tart? Hát a kigondolás, azt nem szeretem ezt a kérdést, de akkor most válaszolok, a munkarészhez körülbelül egy hét. A többi az egy élet. Két viszonylag kis képet hoztam én magam, és a férjem pedig egy szintén kisméretűt. Rendszerint mi nagyobb méretekben dolgozunk. Úgyhogy amikor egy ilyenfajta kiállítás van, ahol sokan meg kell, hogy férjünk egy falon, akkor rendszerint kisebb képeket válogatok. Ez mind a kettő már készen volt, és hát egyszerűen a repertoárból válogattam ki, hogy mi az, ami itt leginkább beleillik, és remény van arra, hogy valakinek az otthonát díszíti majd később jótékonysági célra. Extremely important. Whatever you have, you're responsible to pass it on. Whether it's knowledge or whether it's money, you have to give back what you get. Tehát mindent vissza kell adni, ami az embernek van, legyen az kép, legyen az alkotás, legyen az pénz. Tehát meg kell osztani az embertársainkkal, ez a férjem véleménye, ezben teljesen osztozom. And usually you receive more than you give. És sokkal többet kap az ember vissza, amikor ad, mint amennyit gondolna. Hát itt egy templom belsőt, egy katolikus templom belsőt, és Kecskeméten voltam, amikor ez úgy megfogott, és aztán megcsináltam ezt a művet, úgyhogy nekem is kedves a léleknek, szóval volt egy olyan emelkedett szeretett állapotban voltam, amikor ez úgy megihletett, és ezt megcsináltam. Bízom benne, hogy
amilyen szeretettel készítettük mi ezeket a képeket, hogy budakeszi lakosságát, tehát hogy találkozik a mi szeretetünk az emberek szeretetével is, és így módon tudunk segíteni az idős embereken, hogy felajánlunk műveinket, felajánljuk a műveinket, és reméljük, hogy ezzel tudunk segíteni. A negyedik karácsonyi karitatív kiállítást budakeszi polgármestere dr. Csutoráné dr. Győri Otília köszöntő szavai nyitották meg. Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. A Keszi Árt minden évben, most már negyedik alkalommal megrendezi ezt a kiállítást, ami tulajdonképpen arról szól, hogy egyrészt mindenki saját szerettének is tud vásárolni, másrésztről pedig másnak, valakinek is segítséget tud nyújtani, akit esetleg nem is ismer. Én azt gondolom, hogy aki itt vásárol, vagy aki bármilyen módon segít, az nagyon fontos dolgot tesz, elsősorban saját magáért, és másodszorban pedig a közösségért is. Hát persze én itt most az önkormányzat képviseletében vagyok, úgyhogy azért hadd mondjam el, hogy Budakeszi Város Önkormányzata idén a rászorulóknak 2 millió forintot ad karácsonyra, tehát ezt a december 8-ai karácsonyi ünnepség keretében fogjuk majd szétosztani, amiben nagy családos családok, rászorulók, és mindenki, aki Budakeszin rászorul, ebből az összegből fog részesülni. Az év folyamán is igyekeztünk, a családi napon is összejött egy kis összeg, amiből 70 gyereknek tudtunk iskolakezdési csomagot biztosítani, és hát a tűzifát is vásárolt az önkormányzat, az 500 000 forint értékben, hogy aki ezzel tűzel, hát ahhoz egy kicsit az önkormányzat hozzá tudjon járulni. Tehát összességében mindenkit arra buzdítok, hogy maga eszközeivel, ha egy pár jó szóval tud segíteni, akkor azt tegye meg, és gratulálok még egyszer ennek a kiállításnak a szervezőinek, köszönjük, hogy ezt megtették, és hát az önkormányzat a maga eszközeivel a továbbiakban is támogatja mind az egyesületet, mind pedig hát a kiállításon kiállító művészeket. Az ünnepi megnyitón Dévényi Györfi Imola, a Járdányi Pál Zeneiskola növendéke hegedült, őt Fóris Szilárd kísérte zongorán. Azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Tisztelt polgármesterasszony, hölgyeim és uraim, tisztelt művészek, tisztelt ünneplő gyülekezet! Szeretettel köszöntök mindenkit negyedik karácsonyi karitatív kiállításunk megnyitóján itt a Kálvin teremben. Városunk legszebb kiállító termét a Budakeszin és vonzás körzetében élő képző és iparművészek alkotásai töltik meg fénnyel, mozgással és élettel.
Mindenekelőtt hálásan köszönöm a művészeknek, hogy önzetlenül, nagylelkűen felajánlották műveiket erre a jótékonysági kiállításra, melynek célkitűzése, hogy a helyben élő nagycsaládosok és egyedül élő idős emberek kézzelfogható segítséget kapjanak. A kiállítást negyedik alkalommal rendeztük meg ezen a helyszínen polgármesterasszony fővédnökségével, amely lassan budakeszi képzőművészeti életének fontos részévé válik. Két héttel az adventi időszak előtt járunk, de a kiállító művészek már azokra az embertársaikra gondolnak, akik egészségi, szociális körülményeik miatt többségében sajnos nem tudnak eljönni erre az alkalomra. Kiállításunkat úgy rendeztük meg, hogy a különböző műfajú, eltérő technikájú és témájú alkotások egymást kiegészítve harmonikus összhatásban érvényesüljenek. Ez a tárlat a művészet eszközeivel mutatja be mindazt, ami bennünket foglalkoztat. Felfedezhetjük a tájképeken a természeti környezetünk egyedülálló szépségét, a tökéletesség utáni vágyakozásunkat, az elmúlást, az újjászületést, a feltámadást. A művészet homorú tükröt tart elénk, amelyben ráismerünk saját emberi vonásainkra, de ugyanakkor a művészet csodálatosan kiemel a mindennapi valóságból, a művészet egységbe hozza a test, lélek, szellem hármasságát. A művészet hidat épít az emberek között, és oltja a szépség utáni vágyakozásunkat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezzel a csoportos kiállítással üzenjük városunknak és magyar népünknek, hogy vannak morális és szellemi értékeink, amelyek nélkül lehet, de nem érdemes élni. Ne azt vegyük észre, ami elválaszt bennünket egymástól, hanem arra tegyük a hangsúlyt, ami összeköt bennünket, keressük meg a közös nevezőt, ami alapján együtt tudunk működni egymással. Budakeszi egyedülálló helyzetben van, mert alkotó művészei segítő kezet nyújtanak a köztünk élő rászorulóknak. Szükség van az összefogásra, a szókimondásra, a cselekvésre. Idén most speciálisan rakutechnikával égetett tárgyakat hoztam, itt látható a kettő ezek közül. Ennek talán a legnagyobb varázsa az, hogy az ember soha nem tudja, hogy mi lesz a végeredmény. Ez egy, röviden csak annyit, hogy ez egy japán égetési technika, és először a kétszer égetik a kerámiát, az első égetés az normál, hagyományos, tehát ilyen elektromos kemencében készül. Utána az ember mázazza, és kint a szabadban történik az égetés. 1000-1100 fokra hevítjük fel az anyagot, tűző vörösen kerül ki az agyag, úgyhogy ezt csak fogóval lehet megfogni, és egyszerűen nagyon gyorsan hűtjük le. És ilyenkor beindul egy oxidációs processz, és egyszerűen azt a pillanatot elkapni, amikor azt mondjuk, hogy már elég, amennyit az oxidok itt a levegőn, az oxigén alatt játszanak, az mindig egy varázslatos pillanat, hogy na most mi is lesz a végeredmény. Gyakorlatilag az közismert, hogy kétszer ugyanolyan tárgyat nem lehet elkészíteni. Ha már a karitatív kiállításról beszélünk, az ember ezzel segíteni szeretne, de mondjuk az egész alkotás folyamatában maga az alkotás szép. És egy pillanatig nehéz elválni minden egyes saját gyermektől, de amikor az ember ezen túl van, akkor már jó, akkor örülnek, hogyha másnak is tetszik. Valamit mindig ugye elképzelek otthon, vagy színekben, vagy formában. Most legyen az egy fali kép, vagy időnként kis plasztikákat is készítek, és akkor abban a hitben, hogy ennek sikerülni kell. Meg még egy nagyon jó dolog az, valójában ugye az agyag egy képlékeny jószág, és mégis egy csodálatos érzés, amikor az ember kezei között valami megszületik.
egy aranymozaik. Assisi Szent Ferencnek a naphimnuszához írt négysoros versére készült, és egy nemzetközi tűzkiállításon szerepelt már, és ott egy ezüstoklevelet kapott, és nagyon komoly gondot okozott az, hogy a csillogáson kívül a napnak a fényét, a sugarait, tehát a lángolását ki tudja fejezni, mert a címe a lángoló nap. Ez egy kísérlet volt. Végignézte már a képeket, hogy miket állítottak itt ki, hogy tetszenek? Nekem nagyon tetszenek a képek, és végtelenül hálás vagyok Budakeszinek, hogy én is tagja lehetek ennek a csoportnak. A világ minden részét szeretem, ami természet. Természetesen azért épített örökségünk se áll tőlem távol. A Mediterránra nagyon sokszor eljutottam, hál' Istennek, és Velencéről, illetve egy tengerparti kirándulóhelyről, vagy üdülőhelyről készítettem egy emlékképet, egy-egy emlékképet, és ezt szerettem volna ide elhozni. És hát, ha valakinek ez örömet okoz, meg annak is, akinek ugye adományozunk, hogy több szebbé, jobbá nem csak a falon, hanem egy kis adománnyal hát, tudunk segíteni az életén. Ez vezérelt engem, hogy ezt a két képet hoztam ide. Életemben először most voltam Párizsban egy kis konferencián, 4 vagy 5 nap volt az egész, és a program mellett 2 este tudtam elszabadulni, Párizst egy picikét megnézni, és hát fantasztikus szerencsém volt, mert elkezdett esni a hó, és az egész átváltozott egy csodavilágá, mint ahogy egyébként mindenütt a hóesés az mindig elvarázsolja a világot, Budakeszit is, nem tudom, megfigyelték-e, hogyha esik a hó az hangszigetel. És hogyha leesett a hó, akkor egy hatalmas csend lesz. Tehát reggel, ha fölébredek, onnan lehet tudni, hogy leesett a hó, hogy csend van. Ugye? Ez szerintem mindenki megfigyelte. És itt ugyanezt történt Párizsban. És hát ez meghozza az embernek az ihletét. Tehát ott volt nálam a fényképezőgépem, és nyomtam a gombot. Ennyi. Tehát hogyha az a kérdés, hogy készítettem a fotót, akkor nagyon egyszerű, a gombot kell megnyomni, amelyik rajta van. Melyik a fontosabb, az emberábrázolás, vagy az épületek? Én épületet úgy sohasem fotózok, hogy dokumentáljam, hogy így néz ki, azt az interneten meg lehet találni azt a fotót, meg lehet venni képeslapba. Tehát ha mondjuk az Eiffel-tornyot lefotóztam, akkor azt csak azért tettem, mert valamit megláttam benne. Sokszor nehéz elmagyarázni, hogy mit. Valami struktúrát, a fényeket, valami összehatást a holddal. Nagyon érdekes volt, mert a Notre Dame-ba is rengeteg fényképet csináltam, és ugye mit néz meg az ember Párizsban, a Notre Dame-ot és az Eiffel-tornyot legelőször van, és fantasztikus hasonlóság van a kettő között. Ugye mind a kettő miről szól, hogy ki van könnyítve a szerkezet, ugye a gótikában is ezek a támpillérek, hogy minél könnyebb, csipkésebb, ugye van nem egy tömör kő van, hanem ki van lugatva. Ugyanez van az Eiffel-toronynál is, ugye? Engem ez nagyon megragadott, itt csak az Eiffel-toronyról készült fénykép van, de tehát amikor még már az Eiffel-toronyot fényképeztem, akkor nekem a fejemben a Notre Dame is benne volt. Ez a párhuzam. Tehát én csak akkor nyomom meg azt a bizonyos gombot, hogyha valamiféle érzelmi kapcsolatom van azzal a témával. Még ha egy ilyen úgymond rideg bass szerkezetről is van szó. És hát a többi helyen pedig hát az emberek nekem mindig fontosabbak.
Ez egy újabb buzoldarabom, amit erre a kiállításra csináltam kimondottan. Ebben az évben ugyan kettő buzort csináltam, korábban csak egyet, de most valami kis iklet elkapott, és csináltam egy újabb stílusú posztamenst. Egy posztamens butor, amire lehet tenni bármilyen plastikát, vagy bármilyen tárgyat. Ez egy 9 fiókos szekrényke, ugye fehér alapon részdekorációval van ellátva. Ez a 9 fiók úgy van megoldva, hogy ebből 6 látható. 6 fiók. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A másik 3 pedig itt látható, így 1, 7. Ez a 8. És ez a 9. fiók. Így lett ebből 9 fiókos szekrényke. Három geometrikus jellegű képet állítok ki ezen a kiállításon, amelyek tulajdonképpen az elmúlt időszakban készültek, kifejezetten erre a kiállításra, karácsonyi tárlatra. Ez már negyedik alkalommal van ez a kiállítás. Miért tartják ezt fontosnak? Hogyan tudnak segíteni? Hát ez egy jó alkalom arra, hogy Budakeszin élő rászoruló embereket megsegítsük valamilyen formában, és gyakorlatilag számunkra pedig egy jó kiállítási lehetőséget nyújt, tehát ilyen formán a kettő dolog egybe csendül. Évről évre hogyan változik a kiállítás anyaga? Az elmúlt évvel összehasonlítva ez tulajdonképpen kicsit kevesebb lett az anyag, ami valójában jót tett a kiállításnak. Tavaly egy kicsit vásári jelleget kapott a kiállításunk, most pedig egy szellős, jól rendezett kiállítással várjuk a kedves érdeklődőket. Képzőművészek a helyi közéletnek fontos részei. Nagyon fontos, hogy létrejött ez a Keszi Árt Egyesület, tömöríti az itt élő képzőművészeknek, alkotóművészeknek az érdekeit, de amellett segíteni szeretnének az itt élő rászorulóknak, és ez egy mindenképpen olyan fontos dolog, ami méltányást, elismerést igényel, és az önkormányzat részéről mi ezt nagyon támogatjuk és segítjük is a magunk módján. Nagyon szép képek vannak, nagyon szép alkotások. Egyébként én minden évben szoktam vásárolni képet, tehát tényleg valamelyik családtagom minden kap egy ajándékot. Most is gondolkozom egy képnek a vásárlásán, de hogy melyik azt nem árulom, mert mind nagyon szép. A kiállított művek azok eladásra kerülnek, és az eladott műveknek a 40%-a a művészeket illeti, a 60% pedig karitatív célra fordítódik. A művek átadására a kiállítás lebontásakor kerül sor, december 22-én, ugyanígy vasárnap hasonló időpontban 11 és 12 között. A kiállítás megtekinthető addig vasárnaponként 11 és 12 óra között, vagy pedig külön telefonon történő bejelentkezéssel a plakáton, illetve a meghívón szerepel. Mire fordítják ezt az összeget? Van már valami konkrét cél? Hát ennek van egy kialakult gyakorlata, tekintettel arra, hogy az alapötlet az egy települési igényből származott. Két egyházközség, a római katolikus és a református egyházközség között osztjuk el a kiállításnak a kiállításból befolyt összeget. Tulajdonképpen a római katolikus egyházközség esetében a karitászról van szó. A református egyházközségnek helyben nincs ilyen karitatív szervezete, tehát ott az egyházközség fog diszponálni az összeg fölött. A kiállított műveket december 22-ig lehet megtekinteni és megvásárolni a Kávin teremben.